szerbül, mondott a hölgy. Mondom neki, hogy ne govorisz túl berézni. Azt mondja, hogy jó, vagy itt olyan problém. Jó, státjem a szám. Panaszolta a horvát Milicsi József. Már nem először történt meg, hogy a hivatalos szerveknél nem válaszoltak neki magyarul. Az utolsó eset, ami történt velem, ez a kommunális számlára kiszedi be a pénzt a hölgy. Most már a harmadik esetben fordult elő, hogy nem akar velem magyarul beszélni. Én tudok, beszélek szerbül, de kimondottan az a nyelvhasználati törvény adta jogommal, akartam élni, és magyarul akartam vele beszélni, és nem beszél magyarul. Több intézményben szembesült ezzel a gonddal. A másik meg a nyugdíjbiztosítási intézet, meg nem is tudom magyarul, hogy mondják, a szociálba is. Ott senki, és semmi magyarul nincs kiírva. De még majdnem latinul is, csak cirilli betűke van kiírva. Ez fölháborító. A Magyar Nemzeti Tanács nyelvrendőrség programja most fejeződött be. A nyelvrendőrök egy fényképezőgéppel járták Vajdaság 271 településén lévő állami, tartományi és önkormányzati szerveket. Azt ellenőrizték, hogy a hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény egyes rendelkezéseit betartja-e az adott önkormányzat. Figyelték, hogy magyarul és szerbül egyaránt ki vannak-e írva a tájékoztatások, illetve hogy milyen nyelven kommunikálnak. Alapvető problémaként megjelölnénk, hogy általában nem válaszoltak magyarul, bár azt is leszögezhetjük, hogy segítőkész volt a legtöbb esetben a hozzáállás. Nem szeretnék természetesen általánosítani, itt is voltak negatív tapasztalatok, de a legtöbb probléma tény és való, hogy ezen a területen mutatkozott meg, amelyet azért eddig is tudhattunk, hogy ez egy olyan kérdés, amely nincsen a legjobban rendezve, de akár a feliratoknál is mutatkoztak hiányosságok. A következő lépés, hogy minden önkormányzat felé egy tájékoztató jellegű levelet küldenek, amelyben összefoglalják a tapasztalataikat, és ezek alapján szeretnének kidolgozni különböző akcióterveket a helyzet javítására. Akik észlelik a hivatalos nyelvhasználati joguk megsértését, a Magyar Nemzeti Tanácsnál jelenthetik. Onnantól kezdve, hogy az MNT-hez fordult, két lehetőség van a megoldásra. Az egyik az, hogy az MNT nem illetékes abban a kérdésben, és egy olyan szervhez irányítja, aki illetékes ebben a kérdésben, vagy pedig, hogyha másik típusú jogsértésről van szó, akkor az MNT is képviselheti az ügyfelet, természetesen abban az esetben, hogyha az ügyfél így dönt, vagyis hát a sértett így dönt. A polgárok a Magyar Nemzeti Tanácsnál a 024 524 534-es telefonszámon, illetve office@mnt.org.rs e-mail címen jelenthetik, amennyiben úgy érzik, a hivatalos szervek nem tartják be a hivatalos nyelv- és írás használatról szóló törvény egyes rendelkezéseit.